Az elmúlt hetekben sokkoló kampányt indított a rendőrség, valódi 112-es segélyhívószámról. Hát valódi telefonhívásokat játszottak be, ahol a megrendült és kétségbeesett telefonálókat lehetett hallani. Aztán jött a következő állomás, a Tetris Challenge, ami ezúttal nem játék, hanem valóságos és nagyon is komoly. Balesetekről van szó, súlyos közlekedési balesetekről, és pont ez a kampány célja, hogy a felelősségteljes közlekedésre hívja fel a rendőrség a figyelmet. Berzai Zsolt és Tónácki András, rendőr alezredes a vendégeim az ORFK-tól. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Jó estét! Jó estét, sziasztok! És kezdjük ennek a kampánynak a drasztikus voltával, mert hogy még akinek erős a gyomra is és az idegrendszere, azért azt hiszem, hogy látunk ilyen verkfilmeket is és verkképeket is erről, azért megrázó, még nektek is, akik minden nap szembesülnek ezekkel az eseményekkel, és ti magatok is részt vettetek ebben a kampányban. De miért volt erre szükség, hogy ennyire kemény legyen? Azért volt erre szükség, mert azt láttuk, hogy a közlekedési mutatók nem úgy alakulnak, ahogy szerettük volna egyrészt, másrészt megváltoztak a fogyasztói szokások, és bődületes mennyiségű információ áramlik át az embereken keresztül, és ahhoz, hogy felnyissuk a szemét, az embereknek muszáj volt drasztikusabb eszközökhez hozzányúlni, mert hogy kitolódtak már az embereknek az inger küszöbei. És a Tetris Challenge egyébként, amit a rendőrség indított el Magyarországon, ez egy jó eszköz volt ahhoz, egy jó felület a sajátos formájával, a perspektívájával olyan lehetőséget adott nekünk, hogy egy más szemszögből mutassuk be az embereknek azt, amit valójában nem kellene, hogy vagy legalábbis hogy soha nem kellene, hogy lássanak. Ez egy nagy összefogás volt egyébként, nem, amíg létrejött ez a kampány. Itt nem csak a rendőrségről van szó, a mentőszolgálatról is, katasztrófavédelemről. Többen részt vettek ebben, ha jól tudom. Igen, elég komplex volt valóban, tehát amikor megszületett ennek az egésznek az ötlete a kis kommunikációs kreatív csapatunknál, akkor már láttuk, hogy ez nagy feladat lesz a számunkra. Nagy örömünkbe fel is rohantunk a Zsoltékhoz, és kértük a segítségüket. Részt vettek benne a Pest megyei kollégák, mind a rendőrség részéről, mind pedig a katasztrófa védelem részéről, de ezen kívül a Vörös Kereszt is csatlakozott hozzánk. Valószínűleg a nézők látják azokat a verk fotókat, amelyben a Vörös Kereszt munkája is látható. A kolléganőnk, aki egyébként a képen anyuka szerepét játsza, eléggé drasztikus és élethűre sikeredett, mert hogy törekedtünk arra, hogy egy valóságos helyzetet szimuláljunk. Beszéljünk egy picit a számokról és a tényekről, amik egyébként azt mondják, hogy a számok azt mutatják, hogy a tendencia az javuló, tehát minden évben egyre jobb az arány, és egyre kevesebben halnak meg az utakon. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt 523-an haltak meg idén, és 71-en októberben. Amit hogyha azért megvizsgálunk, akkor azt látjuk, hogy ennyire megrázós, ennyire komoly hatást gyakorol az emberi szervezetre az, hogy mondjuk vége a nyárnak, és csúszósabbak az utak, kicsit hűvösebb van, és mindenki a fejéhez kap és száguldozik? Igen, az adatok, a baleseti statisztika adatok valóban azt tükrözték, hogy egészen októberig ismét egy javuló pályára álltak, tehát kevesebben vesztették életüket a közutakon, mint egy évvel korábban, vagy akár 2013-ban, és aztán jött az október hónap, amikor egy hónap alatt 71 ember vesztette életét a magyar közutakon. Átlagban azt elmondhatom, hogy egy hónapban körülbelül 50-en nem térnek haza. Októberben 71-en. Ez több mint 40%-os emelkedés jelent. Ezért gondoltuk azt, hogy épp ideje ezt az újabb fegyvert elővenni az eszköztárunkból, és egy kicsit sokkolóbb spotokat bemutatni, illetve reklámokat, hogy elvegyük a kedvét annak, aki esetleg a megengedett sebességnél gyorsabban hajt, nem tartja be a közlekedési szabályokat, másokat veszélyeztetve közlekedik, akár saját magát, akár mások testi épségét veszélyeztetve. Tehát mind ez vezetett oda, hogy rájöttünk, hogy szükség van ilyen kampányra. Ezt korábban azért nem alkalmaztuk, nem volt jellemző. Amint említetted, voltak ezek a 112-es sebhívások. Most itt nem arra gondolok, amit ugye egy korábban egy pár hónappal ezelőtt megmutattunk, amikor indokolatlanul felhívták a 112-es segélyhívót, hanem azok a valóban segélykérő hívások, ami tulajdonképpen meghallgatva az ember hátán tulajdonképpen fölállt a szőrt, mert annyira megeldítette. Az hanghatásilag volt megrázó, ez a képhatás pedig, amit ugye a Tetris Challenge-et rávetítve tulajdonképpen elkészítettük ezt a baleseti fotót, ez pedig maga a látvány miatt az.
A baleseteket kiváltó okok még továbbra is. Egyet említettél, a gyorshajtás, ezt mindig halljuk, az ittas vezetést is. A telefon használat az elmúlt időszakban nyilván, amióta az okoskütyük bejöttek, ez jelentős. Hát most bárki, aki közlekedik a városban, és még a dugóban, ha még a dugóban, az csak a jó, de azt látja, hogy valaki kormánynál, telefon a kézben, és akkor néha fölnéz, hogy mi újság, és jó esetben csak egy koccanás van a dologból. Most felsoroltunk 2-3-at, ezek a vezető okok a baleseteknél? Baleseteknek több mint 30%-a sebesség túllépés miatt következik be. Ezt követi az elsőbségi jog megadása, a kanyarodási szabályok, és amit ugye említettél, hogy mobiltelefon használata, hát ez a modern kor ittas járművezetése tulajdonképpen, mondhatni egy mechanikai drog, amitől nem tudnak az emberek megszabadulni, vagy nem akarnak, sőt vezetés közben is kezükbe tartják a mobiltelefont. Hát van, aki a saját halálát közvetítette, nem is olyan rég egyébként, hogy a 4-es számú főútvonalon, ugye nagy port kavart, mert is több média is ugye bemutatta ezt a balesetet. Sajnos ezt tapasztaljuk minden napokban, hogy sajnos az emberek mobiltelefont vezetés közben is használják, holott ez rendkívül balesetveszélyes. Azt mondjuk, hogy magyarok agresszív sofőrök, hát nem tudom, ahhoz kikhez képest, a németekhez, az ukránokhoz, az oroszokhoz, most nem akarok egy nációt kiemelni, de én most 3-4 napot vezettem Szicílián, hát az nem volt egy kémám arra. Tehát Catániában azért úgy vártam, hogy vissza tudjam a bérelt autót vinni mindenféle törés nélkül, de és ezt tudom, hogy nem a ti kompetenciátok, a döntési jogkör. De a véleményetekre mindkettőtökére nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a kampányok fontosak, és őszintén mondom, hogy sikeres volt, és tényleg megrendítő. De a jogosítványon nem kéne a jogosítvány megszerzésen, birtoklásán szigorítani, hogy tényleg azt kapjon jogosítványt, aki alkalmas ezeknek a másfél-két tonnás, 200-zal és még gyorsabban menő guruló, akár gyilkos eszközöknek a vezetésére. Most persze sarkítom nagyon a kérdést, meg dramatizálom, de hát erről van szó, hogy most nem mesélek el egy történetet, csak villámgyorsan letolatták az egyik kollégámat most a parkolóházban, kiszállt az autóból, kiszállt az idős bácsi, aki beletolatott, és mondja neki, hogy de hát uram, hát tolatókamera van a kocsijában, még pittyeg is, és mondja neki az öreg úr, hát pittyeg, de hát én azt nem hallom, és mutatta az hallókészüléket a fülében. Tehát a jogsival mi a helyzet? Valóban igazad van, tehát valamikor eljön az az idő, amikor el kell gondolkodni azon, hogy vajon alkalmas-e vagyok, képes vagyok még azt a járművet vezetni, vagy tegyem le azt a kulcsot, és többet, inkább használjam a tömegközlekedést. Én úgy gondolom, hogy ennek ez összetett probléma, mint az, hogy most itt egyben meg tudnám válaszolni neked. Rengeteg olyan közreható hatás is van, például a család. Ugye ennek az idős embernek gondolom vannak gyermekei, ők azt látják nap mint nap, hogy hogyan közlekedik, hogyan vezeti. Tehát el kéne azon gondolkodni esetleg, hogy finoman felhívni a figyelmet, és nem biztos, hogy a házi orvos az a legmegfelelőbb ember, aki mondjuk egy bizalmi viszonyban van, és újabb pár évre megkapja az idős úr a vezetői engedélyét, az, aki azt mondja, hogy többet ne vezessem, hiszen egy személyes kapcsolat van, egy kötődés van. Én azt gondolom, hogy a család szerepe, a barátok szerepe, ismerősök szerepe itt hatványozottan jelenkezik. Meg kell neki mondani, hogy ön már nem alkalmas vezetésre, papa, tedd le a kulcsot, mert előbb-utóbb balesetet fogsz okozni, vagy szenvedni. Tehát a környezetünk felelőssége ugyanúgy. Így van. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és gratulálok a kampányhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm.